Hát a hagyma, meg a foghagyma gyakorlatilag kettős természetű növények. Egyik oldalról nagyon jól gyógyító természettel rendelkeznek, és eléggé jól gyógyítják a testet. Hát sokan ti már sokat hallottátok, hagyma, foghagyma, mire jó, és az igaz. De ugyanakkor ennek van finomabb energiája is, ami nem a testünkkel, hanem a tudatunkkal kapcsolatban van. És a tudatot nagyon rontja a hagyma és a foghagyma. Ezért mi próbáljuk tartózkodni hagymától, foghagymától, mert a gyógyító erejét azt még tudjuk pótolni máshol, és nem éri meg, hogy ezek a növények, ezeket a növényeket használjunk gyógyításra, miközben sokkal jobban rontanak a tudaton. Ez nem éri meg. Ezért, hogy ne veszünk hagymák, foghagymák.